Köszöntöm a Dombó TV nézőit, Önök Közelkép című aktuális műsorunkat látják. Mai vendégünk Szabó Lórend polgármester. Köszöntöm műsorunkba. Jó napot kívánok! A 2014-es, 2020-as Európai Uniós fejlesztési elképzelésekről beszélt a legelső városalapító ülésen. Akkor azt mondta, hogy ez valójában 2015 és 2023-ig terjedő időszak. Ez alatt mit kell érteni? A pénzügyi ciklus az valóban 2004-2020 közöttre szól. Azonban látjuk azt, hogy a kormányzatnak a tétlenkedése és késlekedése miatt elment egy év úgy, hogy semmi nem történt. Immár a pénzügyi időszak leszűkült tulajdonképpen 5 évre, 2015 és 2020 közé esik, de a korábbi tapasztalatok is azt mutatták, ugye hiába vagyunk most az első ciklusnak a végén, és ugye az előző az 2007-2013-ra szólt, de itt vagyunk 2015 végén, és még mindig mennek a beruházások. Ugye, hogyha a kamera csinál egy kicsit nagyobb képet, akkor mögöttünk a kórháznak a felállványozott épülete látszik. Ilyen formában 2013 után itt se állhatna állvány, már rég be kellett volna fejezni. Ez nem sikerült, illetve hát ugye mindig vannak pluszpénzek, átcsoportosítások, eléggé bonyolult a folyamat, ezért azt mondja most a szakma, hogy valójában ugyanúgy, ahogy most 2015 évvégére kell lezárni a projekteket, most 2023 az, amikor ezt a pénzügyi és tervezési és beruházási időszakot tényleg nem lehet már tovább húzni. Tehát ezért beszélünk ilyen kettőségről. Mekkora összeg, mekkora forrás lett megállapítva, mind települési, mind megyei szinten? A megyei szintre a TOP-hoz, a területi operatív programhoz 27,5 milliárd forint párosul. Ebben nem értjük bele Szekszárd megyejogú városnak a keretét, az egy plusz 8 milliárdos keret. Ugyanakkor vannak ágazati pénzek, amelyek országos alapok. Valójában a korábbi ciklushoz képest kevesebb a pénz. Úgy gondolom, hogy a mostani kormány kevésbé jól lobbizott, hiszen az előző MSZP, SZDSZ-es kormány sokkal több pénzt ki tudott szerintem csikarni az országnak, most kevesebb lesz a pénz. Hogy ezen belül hogy osztoznak majd a települések, ez a következő időszaknak lesz a dilemmája. A megyei fejlesztési biztos Hirt Ferenc országgyűlési képviselő úr már hívogatja be a településvezetőket, mi is voltunk, elmondtuk a szándékunkat, hogy milyen témákba szeretnénk majd benyújtani pályázatot, milyen témákba szeretnénk beruházni. Egyre úgy látom, hogy nagyon-nagyon a sötétbe tapogatózik a kormányzati biztos úr. Kicsit káoszt látok a fejében, remélem, hogy tisztulni fog. Milyen fejlesztésekre lehet számítani Dombóváron? Összeállt az elképzelésünk, képviselő testület is aktívan részt vett a programok végiggondolásában. Úgy látjuk most, hogy egyrészt szeretnénk az óvodák, bölcsőde tekintetében fejleszteni, aztán vannak út beruházási elképzeléseink. Itt egy mini ipari parkot gondoltunk a Fiszman gyártelep melletti focipályára. Ennek a nagysága, ha az ottani két üzemmel együtt nézzük, akkor 16 hektáros terület, mely nem kicsi. Ebből durván egy olyan 6,5 hektár, ami üres, és azt szeretnénk infrastruktúrával ellátni, és ezzel szeretnénk munkahelyeket létrehozni, Dombováron a foglalkozást bővíteni. A tervünk remélhetőleg abban is támogatást kap, hogy most azért vállalkozások elég sok EU-s és hazai forráshoz juthatnak, hiszen a mostani ciklusnak a forrásainak a 60%-át kifejezetten gazdaságfejlesztésre kell fordítani, mely nyilván munkahelyteremtésben is formát kell, hogy öltsön. Valljuk be őszintén, hogy ráfér városunkra ez, hiszen egyrészt az utóbbi időszakban a természetes fogyás elég jelentőssé vált, emellé párosul a kedvezőtlen kormányzati politika miatt a fiataloknak az elvándorlása, ez Dombovárt is érinti. Összességében mintegy 200-250 fővel csökken Dombovárnak a népessége, így viszont nagyon nehéz óvodákat fönntartani, bölcsödét, oktatási intézményeket, nehezen mozdul meg a lakáspiac, hiszen nincsenek fiatalok, akik merjenek beruházni, itt letelepedni, és óriási hiány van, azért valljuk be őszintén szakemberben, fiatal, jó szakemberben. Ezt is célozza ez a minipari park, hogy hát ha ezzel kicsit a dombováriakat itt tudjuk tartani, vagy pedig a környékről be tudunk telepíteni értelmes fiatalokat, aztán ennek meg lesz remélhetőleg a kedvező következménye.
Mint ahogyan az október 26-ai előterjesztésben is látszik, több kategóriában vannak sorolva a fejlesztési javaslatok. Ugye vannak az Európai Uniós finanszírozású, van az, ami nem uniós forrásból finanszírozható, és vannak az egyéb projektjavaslatok. Melyek azok a fejlesztések, amelyik egyik vagy másik kategóriába sorolhatók? Ugye mondtam, az operatív programhoz kapcsolódóan a minipari park, akkor intézményeknek a felújítása, lesz egy csomó energetikai típusú beruházás. Ez azzal van összefüggésben, hogy az országnak a széndioxid kibocsátását csökkenteni kell, tehát úgymond a hagyományos energiafelhasználást váltani kell. Aztán lesznek közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések. Így tervezünk egy új autóbuszpályaudvarnak a megállónak a létrehozását a városközpontban. Vannak benne úgynevezett városrehabilitációs, szociális városrehabilitációs beruházások. Ez utóbbi alatt azt értjük, hogy a városnak vannak úgynevezett szegregált vagy szegregátummal veszélyeztetett területei, ami azért következhet be, mert ott vagy nagyon leszakadó, szegény rétegek élnek, és ők egy különleges bánásmódot is igényelnek. Ennek egy ilyen nagyon tipikus példája Mászlóny vagy a Kakasdomb, ahol különleges beavatkozásokat kell tenni. Vannak izgalmas projektjeink szerintem, olyanok, amelyek nagyon egyediek. Ilyennek képzelem a Megbékélés házát, amelyet a most üresen álló, félig leromlott állapotú állagú zsinagógában szeretnénk megvalósítani. Ez egy olyan látogatóközpont lenne, ahol összefoglaljuk a török időszakot követő Kárpát-medencei népességvándorlásoknak a miértjét, okait, céljait, kezdve a svábok betelepítéséig, a székelyek idetelepítéséig, a népességcserék, szlovák-magyar népességcsere, majd a svábok kitelepítése. Sajnálatos módon ugye a zsidó holokauszt is része kell, hogy ennek legyen. A sajnálat természetesen maga az ok, amiért ez létrejött, vagy egyáltalán megvalósult ez a tragédia. Úgyhogy egy ilyen nagyon izgalmas és megdöbbentő látogatóközpontban gondolkodunk. Elsősorban az oktatás fogja szolgálni, de ugyanakkor egy ilyen mély lélektani hatása is lesz ennek a dolognak, remélhetőleg, hogy támogatást szerzünk rá. Vannak olyan témák, amelyek valóban nem férnek be az EU-s projektek közé, ilyen például a közvilágításnak most már a korszerűsítése. Ezt egy pénzügyi konstrukcióval próbáljuk megoldani. Aztán hát vagy nyerünk, vagy szerzünk rá, vagy nem, túl nagy a projekt ugye a kerékpárút vonatkozásában, ami Siófok, Dombovárt, Pécs eszéket jelenti. Erről ugye már a tévében is többször ejtettünk szót. Tamásival közösen és remélhetőleg Pécs is mellénk áll, azt gondoljuk, hogy ez egy kiemelt projekt lehetne. Tehát azt mondja a kormány, hogy ez nem terheli a topot, meg egyéb ágazati projektet, hanem azt mondják, hogy igen, erre kell 5-6 milliárd forint, nem kevés pénz, de valljuk be őszintén, hogy óriási turisztikai és egyéb hatása lenne, és azt mondják, hogy kiemelt projektként ezt külön megfinanszírozzuk. Hát ezért sokat próbálunk lobbizni. Úgyhogy vannak ilyen jellegű projektjeink is, amelyek valóban nem biztos, hogy EU-s forrást fognak felhasználni. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen ugye ezekben a dolgokban született döntés, és ugye több meghívott is volt. Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, Hirt Ferenc Tolna megye fejlesztési biztosa, valamint Fehérvári Tamás a megyei közülés elnöke. Valamelyikük élt a tanácskozási jogat a lehetőséggel? Azt mondom, hogy majdnem. Fehérvári Tamás igen, olyan értelemben, hogy elküldte helyettesét, Ribányi Józsefet, a elnök urat. Tehát úgy gondolom, hogy itt nem a Fehérvári Tamás személye a fontos, hanem mint megyei közgyűlés képviseltette magát megyei önkormányzat, a mi önkormányzatunknak az ülésén, hiszen mi egy egyedi megállapodást szeretnénk kötni a megyei önkormányzattal, partnerséget ajánlva is kérve, illetve azt kérve nagyon határozottan, hogy a dombovári projekteket a megyei közgyűlés elnöke, jelenleg ő most Fehérvári Tamás, még, egyedi megállapodást szeretne kötni a megyei önkormányzattal. A közgyűlés elfogadott egy általános megállapodást, mely minden településnek ki lett küldve. Mi azt mondjuk, hogy abból nem kérünk, hanem egy más típusú szeretnénk kötni. Remélhetőleg a következő megyei közgyűlési ülésen ez napirendre fog kerülni, leszek a beterjesztő, és el fogja fogadni a megye, és alá tudjuk írni. Ez ugye arról szól elsősorban, hogy mi azt kérjük a megyei közgyűlés elnökétől, aki az úgynevezett döntés előkészítő bizottságban van, ez egy ilyen előszűrője a pályázatoknak, hogy hatalmas elánnal képviselje a dombovári projekteket. A pályázatok előkészítése és lebonyolítása kapcsán, valamint a tervezés, a fejlesztések tervezése véget létrejött egy cég, az önkormányzat hozta létre, ugye a Dombolent Kft-t. Mit kell erről a cégről tudnunk? A következő időszakhoz kapcsolódó tervezés és úgynevezett projektmenedzsmenti
bírálatoknál, illetve bonyolításnál egy különleges jogszabály született, ami azt mondja, hogy az előkészületre, tehát tervek, etc., etc., ezekre 5%-ot lehet fordítani a projekt összköltségvetéséből. Ezt meg kell előlegezni, majd utána, ha nyert a projekt, akkor ezt vissza lehet igényelni. A végigvitelhez kapcsolódó költségek, tehát az úgynevezett projektmenedzsment költségek viszont nem lehetnek több, nagyobb összegben, mint a 2,5%. Viszont mostani tudásunk szerint ehhez kell egy ilyen jellegű cég, ez vagy a megyei önkormányzaton keresztül történik, a megyei önkormányzat cégén keresztül, vagy a saját cégünkön keresztül. Na, mi az előbbiből nem kértünk, tehát mi nem szeretnénk naponta szexára rohangálni és beállni abba a sorba, hogy vagy jól megcsinálják a pályázatunkat, vagy nem, vagy fektetnek bele kellő energiát, tudást, szakmai tapasztalatot, vagy nem. Mi magunkba bízunk, ezért hoztuk létre ezt a céget. Kifejezetten a dombovári és a dombovár környéki járáshoz kapcsolódó települések pályázatait fogja elkészíteni. Ez utóbbiak, ha kérik. Nem kérik, akkor maradnak a dombováriak. Korábban sokan riogattak bennünket azzal, hogy Dombovárnak a politikai csillagzata a mostani kormányzathoz képest most nem éppen jó. Én azt mondom, hogy nagyon jó. Ez egy szabad város. Azért ezt nem mindenki mondhatja el magáról, főleg a fideszes városok nem. Ugyanakkor a megyét nézzük, azért eléggé érdekes az helyzet, hiszen a topos 27,5 milliárdnak a jelentős része az a városokra van úgymond szabva. Hát van olyan pályázati kiírás, ami úgy is kezdődik, hogy városi területek, etc. Tehát nyilván oda községek nem nagyon tudnak majd pályázni. Ha kis politikai elemzést végzünk, akkor tulajdonképpen ma Tolna megyében Tamási, Tolna és Bonyhád a három tipikusan fideszes város. Ugye a megyei jogú város Szekszárdot levettük az előbb elmondott indokok miatt. Az összes többi város viszont nemhogy fideszes, hanem éppen más. Tehát épp úgy szabad városok, mint úgy mondom, mint Dombovár. Tehát nyilván megkerülhetetlenek vagyunk most már ilyen körben. A megyei közgyűlésben, mondjuk így, hogy nekem nincs kicsi szám, meg nem igazán fogom vissza magamat a kritikát illetően, onnét azért már kaptam elég otromba durva jelzést egész magas fideszes körökből, hogy jó lenne, ha visszafognám magamat, és ami engem ledöbbentett, hogy ezt nem is négyszem közt mondták, hanem több fül hallatára, hogy fogjam vissza magamat, mert a pályázatoknál aztán megnézhetjük majd. Undorító, hiszen nem Szabó Lóránd pályázik, nem Szabó Lórándnak kell pályázati támogatást adni, hanem Dombovár közösségének, és azt gondolom, hogy kellő hangot is fogok ennek a továbbiakban is adni, hogyha ennek apró nyomát is felfedezem, hogy azért, mert én kritizálok konstruktívan egy bizonyos számomra az én politikai értékrendemnek nem elfogadható munkát, ezért úgymond a városomon verjék el a port, ez biztos, hogy nem fog szó nélkül maradni. Ha aki ezt elkövette, majd bűnhődjön is érte, aki kimer ilyen jelentést tenni, illetve azok is, akik nehogy Isten felbőszítették, vagy fellelkesítették, hogy nyugodtan ezt üzenik nekem. Most eddig a jövőről beszéltünk, kicsit térjünk vissza a jelenben. Közeledik ugye Adventnak az ünnepe, készül valamivel a város? Nagy örömmel mondhatom, hogy igen, és jó helyszínen vagyunk, hiszen az adventi ünnepség sorozatnak pont a Szálláslyti tó lesz a központi eleme. Az idei esztendőben először egy igazi kuriózumot hozunk létre, egy úgynevezett vízi adventi koszorút, mely az advent 4 hete alatt itt fog úszni, itt lesz megtalálható a Szálláslyti tó közepén. Az egyik dombovári fémipari cég készíti a szerkezetét, egy műanyagokkal is foglalkozó másik cég az alját, hogy fönnmaradjon azért a vízen, és minden hétvégén, tehát november utolsó vasárnapjától kezdődően itt a Szálláslyti tónál délutánonként lesz egy érdekesség. Kezdünk, ahogy mondtam, november végén a helyi fúvószenekarral, aztán papi áldással szürkületkor meggyújtjuk az első lángot, majd következik ugye a Mikulás, ide szeretnénk a városi Mikulás ünnepséget, aztán december 13-án egy nagyon látványos LED tánc, fénytáncban lesz részük azoknak, akik jönnek, mindig lesz papi áldás is, Isten tisztelet hozzá kapcsolódóan, és december 20 a csúcsnap, az utolsó, a negyedik láng, amikor már délelőtt elkezdődnek a gyerekprogramok, aztán itt a Hírességek útján, mely itt közel található, először rendezünk, azt gondolom régóta nem volt Dombováron valódi futóverseny, tehát egy olyan futóversenyt, amikor
csipes kapu, csipes rajtszám méri az időket, és valóban versenyről beszélünk. Ez egy 5 kilométeres és 10 kilométeres verseny. Gyermek, férfi, női kategóriában díjazzuk az első hármat, tehát ez összesen ugye azt jelenti, hogy 18 díjazott lesz. Ezen kívül lesz egy váltófutás, valamint egy olyan tömegfutás és gyaloglás, amikor nem az számít, hogy ki milyen gyors, hanem csak egyáltalán fussák le a távot. Ami ennek még érdekessége, hogy az élményfutás ott jelenik meg majd, hogy ugye a híresége kutya Domovár szülöttjeihez, híres szülöttjeihez kapcsolódik, és mindegyik állomáson valami nagyon látványos dolog lesz, tehát Buzánszky Jenőhöz, Rózsa Norbihoz, Kodály Zoltánhoz, Ilyes Gyulához, Dombó Pálhoz, Tinódi Lantos Sebestyénhez kapcsolódnak ezek az érdekességek, erről most többet nem szeretnék elárulni. Lesz egy nagy sátor itt a parton, ha valakit netán az riogat, hogy hú, hát decemberben milyen idő lesz, fűtött sátor lesz, garantáljuk a 15 fokot, szoktam viccelni, hogy lehet, hogy mínuszba, de inkább plusz 15 fokot a sátorban megpróbálom elérni, hogy a kisgyerekek is nyugodtan jól érezzék magukat. Hát, hogyha még egy kis havat is tudnánk erre az időszakra összehozni, hát az lenne a csúcs. Hagyományteremtő jelleggel hozzuk létre. Kaptunk olyan kritikát, hogy hát advent az egy kicsit így a meghittség, a bezárkózás, az átszellemülésnek az időszaka, ezt mi nem vitatjuk. Ezzel kicsit ellentmond ugye azért a vásárlási szokás, tehát ugye az arany, ezüst, bronzvasárnap, tehát ilyenkor azért mindenki meglódul vásárolni, főleg most, hogy ugye kivételesen nyitva lesznek a boltok hétvégenként is, viszont nekünk van egy olyan nézetünk is, hogy azért karácsony előtt nem árt egy kis testmozgás, hát ha jobban esik majd a karácsonyi nagy evés-ivás alkalmával a sok étel, tehát a test is készüljön, ne csak a léleg a karácsonyi ünnepségre. Ugyanakkor közösségteremtő szerintem ez a rendezvénysorozat, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sokan jönnek majd el. Különleges vásárral is készülnek, ha jól tudom. Igen, ez rögtön advent után, még karácsony előtt, 21-én és 22-én kifejezetten kézműves vásárban gondolkodunk a múzeum előtti kis térre. Azt mondtam a kollégáimnak, hogy fővesztés terhe mellett úgy szervezzék, persze ez vicc, hogy minimum 50 árus legyen. Jó úton haladnak különben, mert nem azért, mert hogy kaptak egy ilyen jólelkű fenyegetést, hanem tényleg nagyon komolyan gondolják a szervezést. Ehhez is kapcsolódnak kulturális programok, érdemes lesz kijönni, lehet helyben majd kóstolgatni, lesz olyan étel-ital, ami kifejezetten dombovári kapcsolódás, és most először mutatjuk be, lehet megkóstolni, hogy lesz remélem olyan termék, egy csomó, amikor már úgy mindenki kifogy a jó ötletekből, hogy na most ennek, annak, amannak mit is kéne venni, és akkor odajön, és akkor azt mondja, hoppá, ennél jobb ajándék nincs is. Nem is kerül sokba, de mégis egy ilyen nagyon személyes ajándékot lehet ott beszerezni. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. A nézőknek is köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!